És hogy említettük már néhány perccel ezelőtt a nyugalom megzavarására alkalmas témával megyünk tovább a stúdióban. Lihi József ügyvéd, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye említettük azt már adásunk közben is, hogy jóval szigorúbb büntetése számíthat majd az önvédence, ugye a soroksári hölgy meggyilkolásával kapcsolatosan, mert hogy a szakértői, az első és aztán a később született szakértői eredmények és vizsgálatok között különbség van? Hát sok szakértői, orvos szakértői vizsgálat történt az ügyben, 5 vagy 6 szakértő ki volt rendelve, lehet, hogy 7 is. Ez önmagában egyébként probléma, gond? Ezzel még nincs semmi gond. Hát szokatlan. Hát egyébként 1 vagy 2 szakértő szokott lenni természetesen, hát ez gyilkossági ügyekben magától értetődő, de az, hogy ilyen sok szakértőt rendel neki ugyanarra a kérdéskörnek a megválaszolására, magyarán arra, hogy a áldozaton volt erőszaktevés. Ez nyilvánvalóan ennyi szakértő távlatában már inkább azt eredményezi, hogy ahányan vannak, lehet, hogy annyi felé beszélnek. Most volt egy szakértői meeting, mondjuk így, a nyomozó szerv hozta össze a szakértőket, ügyész is jelen volt, én is jelen voltam, tehát védői szempontból is jelen voltunk, és ugye az összes szakértő egymás jelenlétében elmondta azt, ez egy nagyon jó ötlet volt egyébként, elmondták azt, hogy miben értenek egyet, és miben nem. És tulajdonképpen majd, hogy nem egy napon keresztül folyt ez az egész összszakértői meghallgatás. Végül is választ nem kaptunk arra, ami a legfontosabb, hogy az áldozaton magán volt-e ténylegesen erőszaktevés, de ettől függetlenül a napokban a nyomozószer vagy gyanúsítást kiszélesítette, mondjuk így, és kibővítette azzal, hogy úgymond aljas indokból elkövetett emberölésről van szó, ami egy minősített esete már az emberölésnek, ettől válik tulajdonképpen életfogytig terjedő szabadságvesztési a büntetési tételkeret, és hát a aljas indok mögött nyilván az ügyész, illetőleg rendőri felfogás áll, hogy hát akkor volt erőszaktevés az áldozatnak. Csak hogy mindannyiunk számára teljesen egyértelműen érthető legyen. Tehát azért fontos ez, hogy kiterjesztették a szexuális erőszakra és a gyanúsítást és az aljas indokra, mert enélkül nem lehetne életfogytiglanra ítélni, így viszont elvben igen. Tulajdonképpen erről van szó, hiszen ugye az emberölés alapesete az nem életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, hanem 15 esztendőig terjedő szabadságvesztéssel. Akkor válik életfogytig terjedővé ugye a büntetési tételkeret, hogyha valamilyen minősített körülmény minősített esetté válik, tehát tulajdonképpen például az aljas indok egy ilyen minősítési elem, de van ilyen a nyereségvágyból elkövetés, a különös kegyetlenség elkövetés, az előre kiterveltség. Ugye itt előre kiterveltségről szó sem lehetett, mert hiszen ez egy ad hoc jellegű cselekedet volt, de a minősítő körülmények közül ez a bizonyos aljas indok adta magát, mert hiszen tulajdonképpen való igaz, a formálogika arra hajaz, hogy hát egy magányosan futó nőt miért gyilkolnak meg egy kietlen részen, és hát miért szabadítják meg a ruházatától. De hát ugye a dilemmát viszont épp az okozza, hogy annak idején, már most majdnem 6 évvel ezelőtt volt, ugye szeptemberben lesz 6 éve az esetnek, annak idején természetesen a elsőleges halott szemle alkalmával és az igazságügyi szemle alkalmával az orvos szakértő, aki látta is a saját szemével ugye a sértettet, illetőleg a holttestet, semmiféle arra utaló külsérelmi nyomot nem tapasztalt, és ez is van írva, ami az erőszaktevésre utalt volna. A malmok szépen lassan őrölnek, egyik szakértő követi a másikát, aztán végül, amikor már vannak 5-6-an, egyszer csak több-kevesebb arányba, de kisütik azt, hogy hát jó, külsérelmi nyom nincsen, de van egy olyan, mondjuk úgy, belső sérülés, nyilván ugye itt most a sértetnek a személyiség jogaitra figyelni kell, tehát a jogfogalmi dolgokat nem mondanám, de egy belső sérülés, amiből viszont külsérelmi nyom nélkül arra következtetnek, hogy de valamilyen erőszaktevésnek kellett lennie. Na és innentől kezdve pedig jön az, hogy akkor legyen életfogytig terjedős a szabadságvesztés büntetés.
Valószínűleg, hogy arra szavakat nem lehetne találni, amit az elmúlt években átélt Gyuri Krisztina családja, vagy az áldozatnak a családja. De ő emlékeim szerint ugyan az első pillanattól kezdve képviseli a gyanúsítottat, ugye? Hogy ő az elmúlt időszakban mente keresztül bármilyen jellegű pszichés, mentális, lelki változáson. Arra gondolok, hogy az ő cselekedetének a súlyát teljes egészében ő... átértékelte magában ezt a... Felfogja-e igazából? Nem feltétlenül látok ilyen jeleket. Tekintettel arra, hogy egyébként a ügyfelem ő tagadja magát a ölési cselekménynek az elkövetését. Amit ő egyébként nem is tesz vallomást egyenlőre, ez majd meg fog változni, csak nem valószínű, hogy a nyomozati eljárásban, inkább majd, ha vádemelés lesz, akkor majd a törvényszéken. Miért mondja, hogy meg fog változni? Azért, mert egyszer vallomást kell tenni. Tehát egy emberölési ügyben... De ha valaki nem szólna meg kényszeríteni, nem tudják arra. Hát, de majd rám kell hallgatnia az ügyfelemnek, és majd természetesen a törvényszéki eljárásban, ha lesz törvényszéki eljárás, és eljutod ez az egész, akkor viszont meg kell szólalni, mert az viszont hiba, hogyha egy emberölési ügyben, vagy gyilkossági ügyben valaki nem szólal meg. De és hogyha önre sem fog hallgatni? Akkor hát jön egy kirendelt ügyvéd? Vagy azért úgy beszéltük meg, hogy hallgatni fog rám, egyenlőre legalábbis ja, a helyzet. Tehát ott meg fog szólalni. Tehát ami egyébként úgy tűnik, hogy az ő felelősség, és ez alól nem lehet kibújni, az az, hogy a telefont elvitte, tehát ez egy kifosztás. Ez az, ami kétségtelen, tehát ezzel nem lehet vitatkozni. Ez az a telefon, amit ő, amikor a börtönbe bevitték, betörés miatt megtalálták, hogy letétbe tette, ugye? Ott volt a Sopron-Kőhidai börtönben, 5 esztendőn keresztül a dobozba. Na most természetesen ez az, ami ugye a bűnösségét mindenképpen megalapozza. Maga az emberölési cselekmény, ezt ő tagadja. Tehát ilyen értelemben az, hogy átértékelte volna magában a cselekményt, ezt csak akkor lehetne megválaszolni, hogyha ő azt elismerné, hogy ő cselekedett. Ugye felmerül egy nagyon fontos kérdés, ilyenkor ön nyilvánvalóan azt nem fogja elmondani, hogy ön mit gondol, hogy egyébként mennyire áll meg az emberről, és hogy mennyire nem, épp ezért ezt nem is kérdezem. Volt-e korábban bármi arra utaló jel, hogy ezzel a férfivel nagyon komoly baj van? Ugye azt tudjuk, hogy sorozatbetörés miatt volt ő börtönben, és hát azért egy összehasonlíthatatlanul más dolog valakit megölni, adott esetben megerőszakolni. Tehát ez egy, bocsánat, hogy ilyen naikus szót használok, ez egy nagyon beteg emberre utal. Hát erre szolgál ugye a igazságügyi pszichológiai vizsgálat, amit ugye kicsit késve azért, mert ezt rögtön el szokták végezni, de nemrégiben elvégeztek nála. Azt furcsálom azért, hogy életmódját tekintve, és egy kicsikét ugye a személyiségszerkezetet is tekintve kristálytiszta pszichológiai véleményt kapott, mert azért én úgy gondolom, hogy valami fajta büntethetőséget érintő, legalábbis korlátozó tényező azért erősen valószínűsíthető lenne nála. De hát ha a pszichológus szakértő azt mondta, hogy teljes mértékben a személyiségszerkezete tiszta és büntetőgi értelemben véve is szóba se jöhet az, hogy a büntethetőséget bármi befolyásolná, akkor ebből kell kiindulni innentől kezdve. Mert a szakértő dolga az, hogy megválaszolja a dolgokat. Az én dolgom, meg más eljárásbeli szereplőké pedig az, hogy esetleg kételkedjünk benne, és gondolkodni azért lehet másképp, de ettől még a eljárási tényadat az lesz, amit a szakértő mondta. Természetesen egy jogállamban mindenki ugye teszi a dolgát, úgyhogy ezért is beszélgetünk. Ön mit gondol, ugye végig gyanúsítottról beszéltünk, nem volt még vádemelés, reálisan mikorra történhet ez meg? Hát ahogy én látom a folyamatokat, vagy érzékelem, szerintem ebben az évben ez a nyomozás be fog fejeződni, úgy érzem. Valamikor ősz-tél tájéken nyilvánvalóan az ügyészség eldönti azt, hogy vádat emel, és hogy miben emel vádat. Mert az, hogy most a gyanúsítás miben lett közölve, hát ez most egy jelenlegi helyzet. De hát ebből nem következik az, hogy mindenképpen ugyanabban is lesz vád emelve, majd ezt eldönti az ügyészség év vége felé. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.